autóba több mint 2 órája, úgyhogy friss vagyok és üde. De merre felé? Dugóban ülsz, vagy pedig? Nem, Miskolcra megyek éppen. Megyek megnézni a Diógyőri várnak a fejlesztését, hogy hogy áll az építkezés. Onnan nagy... pedig megyek tovább a Felvidékre, Borsi, Rákóczi várat fogom megnézni. Elsimon László van a vonalban. Én durván 3 hete voltam Miskolcon, ahol én nagyon ritkán fordulok elő, és elmentem a Diósgyőri várba. Veled szemben engem oda nem fognak beengedni, mert ugye a Diósgyőri várba nem lehet bemenni. Hát dehogy nem lehet. Laci, én voltam ott 3 hete, nem te. Nem lehet bemenni. Természetesen. Hát nyilvánvalóan nem lehet bemenni építési terület. Igen, hát akkor zajlik a rekonstrukció. De miért mondod, hogy be lehet menni, ha nem lehet bemenni? Az a kérdés, hogy milyen célra mész. Látogatóként jelen pillanatban nem lehet hát bemenni. Én egy látogató vagyok, tehát... Ja, hogy úgy szerettél volna bemenni, hogy jegyet venni és bemenni, megnézni a... Ja, úgy nem lehet bemenni, a félreértettük egymást. Én egy professzionális látogató vagyok, aki a napjában 2-3 órát egy mikrofon előtt ül, de úgy igyekszem egy ilyen professzionális amatőr lenni, és habár világéletemben nem akartam hétköznapi ember lenni, mostanság egyre többször van olyan kísértésem, hogy egyébként egy hétköznapi embernek a szemüvegével hogyan látnám a világot, ha nem élvezném azokat a kiváltságokat, amelyek a műsoromból adódnak. Azt kell, hogy neked mondjam, hogy riasztó a Diósgyőri vár, Laci. Riasztó. Tehát messziről... Milyen értelemben? Hát abban az értelemben, hogy utoljára Török és Lengyelországban láttam olyan várakat, és olyan műemlékeket, még a várban lévő műemlékek se ilyenek, mármint a budapesti várban lévők, amelyek konkrétan olyan benyomást keltenek, minthogyha a 17. században épültek volna ugyan, ám ezeket a 21. században emelik, és ennek következtében valójában egy totális díszlet benyomását keltik. Tehát ott áll 3 óriás daru, de Laci, legközelebb nem mondasz, hogy 4. Könnyen lehet, hogy 4, de lehet, hogy csak 2. Ott áll 2 óriás daru, és építenek egy olyan várat, ami jelen pillanatban úgy néz ki, mint egy vadonatúj épület, egy iszonyatos méretű várat, amiről az ember először azt se tudja, hogy nem valami nagyon gazdag embernek a villája, ami ez persze a méreteit tekintve valószínűtlen, de én nem szeretem azokat a műemlékeket, amelyek hát gyakorlatilag mint egy zsírúj dolog, amiről a fóliát kell csak lehúzni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz majd, ha készen lesz, de én Lengyelországban láttam azt az óvárost, amit a világháború tönkretett, és újjáépítették vadonatúj épületekkel. Nehéz volt hozzászokni. De volt erről nagyon sokszor a vár kapcsán is emlékezni. Ez egy nagyon, nagyon régóta zajló vita, hogy egy műemlékhez milyen szinten, milyen módon lehet hozzányúlni. Laci, egy dolgot mondok neked, és utána te jössz. Én ezt a vitát elfogadom, nem veszek benne részt, mert nem vagyok szakember. Én egyetlen egy dolgot tudok tenni, és azzal nem fogsz tudni vitatkozni. Én csak azt a benyomásomat tudom veled megosztani, amit ott szereztem, ami riasztó. Ha neked nagyon fog tetszeni, én nem fogok veled vitatkozni, nekem ez volt a benyomásom, és most kivonulok az éterből, figyelek, hogy mit mondasz. Én a fejlesztésnek az első pillanatától fogva benne vagyok a projektben valamilyen szinten, szakértőként, korábban államtitkárként. Elnézést, mit jelent a szakértő? Mindjárt csak jó. János, jó. Örülök, hogy jó. Beszélgetünk, és végtél is az első megkezdett mondatomat át, be tudom fejezni. Szóval a lényeg az, hogy az első pillanattól fogva, mióta megkezdődött a rekonstrukció, figyelemmel követem a munkát, láttam az összes tervet, konzultáltam többször a tervezővel, annak idején az első ütemnek az elkészültekor, mint miniszterőrségi átlipkár, én avattam föl Tizákos polgármester úr a beruházásnak az első megvalósult részét, és most is rendszeresen, nagyjából 2 havonta nézem meg, hogy hogy áll a fejlesztés, Kis János miniszterelnöki biztossal, aki ott egyébként képviselőjelölt is, meg a polgármester asszonnyal, illetve a kivitelező cég képviselőjével fogjuk ma bejárni a fejlesztést. És elsősorban múzeum szakmai szempontból
másodszorban pedig műemléki szempontból érdekel, hogy mi valósul meg. Tehát magyarul látom a folyamatot, láttam a terveket, és azt én mondjam, hogy ez egy olyan rekonstrukció, ami szakmailag nagyon professzionálisan van előkészítve. Amikor elkészült például a lovagterem, a anzsúkori lovagteremnek a rekonstrukciója, azt olyan módon csinálták meg a mérnökök, hogy az eredeti kövek alapján szerkesztették ki a térszerkezetet, azok az ívek, amelyek tartják a födémet, azok pontosan úgy néznek ki, mint 600 évvel ezelőtt, és az eredeti kövek beépültek abba a szerkezetbe, amelyet az eredeti kövek alapján rekonstruáltak. Hát igazán ez a jó példa, nem az, amikor paspetonból építenek valamit, és utána díszletként funkcionál. Tehát itt nagyon, nagyon komoly munka az, ami folyik, és ami szakmailag megalapozta ezt a fejlesztést. Én optimista vagyok, és azt kell mondjam neked, hogy igaz, hogy sok helyen új kő lesz. Tehát a dolognak van egy olyan hatása, hogy frissen kibányászott kőből épült, és emiatt olyan, mintha új lenne, de százszor jobb, mint amit a 60-as meg 70-es években csináltak, hogy a követ betonnal helyettesítették, és egy csomó helyen a szürke betonlapok meg a betonszerkezetek azok, amelyekkel kipótolták a hiányzó részeket. Szerintem ez a jó irány, ami most Diósgyőrben megtapasztalható. Persze arról folyik vita, hogy mikor állapotot kell rekonstruálni. Hát nyilvánvalóan egy várnám úgy nézett ki a 18., a 16., 14. században, mert változott, és nem volt intézményesített örökségvédelem. Átépítették, hozzátoldottak, lebontottak, tetőt raktak rá, tetőt lebontották, fölgyújtották, fölrobbantották, és a többi. Tehát alakult, változott a képe, és igazándiból nehéz eldönteni, hogy mégis mikori állapot legyen az, amihez közelíteni akarunk. De hát itt a Nagy Lajos király korabeli lovagvárnak a képe az, ami mintaként felsejlett a tervezők előtt, azzal együtt is, hogy tudjuk, hogy már a 19. század elején milyen sérülések és csonkarátás számos ábrázolása ismert a diósgyőri várnak, mind romantikus festményformájában, lásd a Telepi Károlynak a híres olajképét, mind metszetek formájában. Ezek nagyon jó impressziót jelentettek, de az igazi tervezői kihívást az jelentette, hogy a meglevő, a régészeti föltárásokból, a műemléki munka során előkerült kövekből szerkesztették ki azt a szerkezetet, amely majd láthatóvá válik és fogadni fogja látogatókat. A helyzet az, hogy én biztos, hogy voltam a diósgyőri várban, és az is biztos, hogy fogalmam nincs, hogy mikor. Lesz ott egy fénykép, ami emlékeztet arra, mikor kezdődtek ezek az építkezések? Már csak azt mondja, hogy elsültem 13-ban, most... És arról lesz majd fénykép, amiről most beszélni fogsz, hogy milyen volt 13 előtt? Arról nagyon sok fénykép van. De oké, de most akkor ezeket hívd elő és meséld el, ez egy nagyon romos vár volt. Hát gyakorlatilag a négy nagy toronyból ugye egy torony az szinte teljesen hiányzott, sérült volt. A tornyok közötti összekötő folyosók és telek azok szintén. Ez egy látogatott vár volt akkor is? Persze. Csak hát egy romot látogattál. Jó, várkápolna nem volt meg. Halka jegyzem meg, hogy a diósgyőri Madonna az egyik legértékesebb olyan kő, márványból faragott lehet, amelyik itt a Szép Miszti Múzeumnak a gyűjteményében látható, tehát amelyek most vissza tudnak megkerülni az eredeti helyikre. Oké, de azt kérdezem tőled, hogy rekonstruálták a várkápolnát is. Egy olyan ember, akinek lehetőségében áll, mint neked, vagy azon a területen dolgozók, milyen alapon döntik el, hogy az egyébként nagy számban Magyarországon található romos várak közül melyik az, amelyet ilyen mértékben rekonstruálnak, és melyek azok a várak, amelyeket meghagynak a maguk torzó formájában, ezzel együtt megerősítik őket, de nem
azt az állapotot állítják elő, amilyen állapotban egyébként nagy valószínűséggel újkorában sem volt. Tehát Nyíros Győri vár az egy kiemelt műemlék, tehát azért ilyen nagy és ilyen állapotban lévő vár, ez egy lovagvár volt, amit a királynénak építettek, tehát hogy azért egy ilyen nagyméretű és ilyen állapotban lévő vár nagyon kevés van. És a Diósgyőri várnak egyrészt van komoly turisztikai vonzereje funkciója, másrészt hát Miskosznak és Diósgyőrnek a jelképe. Nem véletlen volt rajta mondjuk a régi 200 forintoson, egy olyan, vagy a szerencsi csokoládén, és még sok-sok példát lehetne hozni. Tehát ha jól emlékszem, a Telepi Károlyféle festmény az a régi történelemkönyvben illusztrációként szerepelt. Tehát egy olyan műemlékről beszélünk, ami mindenki ismer az országban. Ezért érthető, hogy a helyiek kezdeményezték a felújítását, és azért hangsúlyozom, hogy a helyiek kezdeményezték, mert ugyanaz ingatlan állami tulajdonban van, de a vagyonkezelés az ott van Miskolcnál, és Tisza Ákos polgármester úr által elkezdett munkát, amit a kormány jelentősen támogatott anyagilag, azt a mostani polgármester Veres Pál is folytatja, ugyanúgy elkötelezett a vár felújítása ügyében, mint ahogyan az elődje volt, és a kormány a jelenlegi polgármesternek a törekvését is messze menekik támogatja. Mi lesz hiszen belül? Ez állami pénzből valósul meg. Mi lesz belül? Hát, mert gondolom, ez egy óriási tér, ugye? Laci, ez egy óriási tér, ugye belül? Igen, több szinten. Igen, igen. Mi lesz kiállítás, belül? Kiállítás, rendezvényterem, kápolna, tehát ugye a kápolna meg a lovagterem már megvalósult. Tehát nagyon, nagyon sok minden, és még elvileg arra is alkalmas ez az épület, hogy szállás is legyen benne. Tehát egy nagyon izgalmas épületegyüttes fog létrejönni, vagy fog épületegyüttes fognak rekonstruálni. Tehát szerintem ez egy nagyon... Nagyon kíváncsi vagyok, és most magamnak fogok ellentmondani, csak hogy lássad, hogy nincs bennem semmi előítélet. Tényleg nagyon kíváncsi vagyok. Mikor lesz kész? Hát... Én azt gondolom, hogy 23 őszére. Jó, tehát akkor van még durván másfél év. Mert hogy voltam olyan intézményben, amit szintén... De ezt csak gondolom, mert jó. Ugye van egy közbeszerzési, befejezési határidő, amit sok minden befolyásolott. Most például kiderült, hogy a tornyoknak a fizikai állapota sem túl jó, tehát ott megerősítésre szorulnak ezek a tornyok. Én azért mondom, hogy tehát amit én most mondok, az nem egy hivatalos rendben bejelentés, van. Hogy mikorra fog elkészülni. Én úgy vélemezem, hogy 23 őszére okay. Készen lesz a vár. Mert hogy a komáromi csillagerődöt én láttam korábban, és láttam aztán a rekonstrukció, vagy nem tudom, mit kell mondani után. Valószínűleg a különbség az, hogy míg a Diósgyőri vár az egekbe szökik. Ugye ez négy óriási torony, valamint egy hatalmas test, pluszban, ugye, ha bár a város szélén van, épp úgy, mint ahogy a komáromi erőd is a város szélén van, de ott a hegyek miatt, meg hát az egész szerkezete más, mint a komáromi csillagerődnek, tehát az ott kimagaslik. A komáromi csillagerőd ugye egyrészt egy kiterjedt épület, de sokkal alacsonyabb, és hát az egészet fűborítja, ugye abból adódóan, hogy ez egy erőd, és nem az volt a cél, hogy ezt pillanatok alatt meglássák, ugye még a tetején is fű van, tehát hogy ezáltal a szem másféleképpen, vagy az én szemem másféleképpen viszonyul hozzá, mint a Diósgyőri várhoz, és csak azért mondom, mert beteg voltam, amikor átadták a csillagerődöt, de aztán később elmentem, és hát egészen csak lelkendezni tudtam, valami egészen elképesztő volt, a belső tereit fantasztikusan alakították ki, és ami végképpen nagyon jó érzés volt, hogy habár én nagyon sokszor fordultam meg Komáromban, ahol alapvetően ugye a fürdő és környéke volt az, ami látogatott volt, több ember volt benne, mint a Tesco-ban. Önök termék megjelentést hallottak, már pedig a legtöbb embert a falunapokat leszámítva, vagy a városnapokat leszámítva, amit a Tesco-ban szoktam látni Komáromban. A parkoló tele volt, a legkülönbözőbb helyről jöttek emberek, rengeteg gyerekkel, és azt mutatta, hogy ez az óriási tér, tele a Szépművészeti Múzeumnak a gipszobraival, talán egy olyan tér lesz, ami egy élő tér lesz, tehát nem egy holt múzeum lesz. Kétségtelen, hogy nem sokkal az átadása után volt, úgyhogy nem tudom, hogyha a jövő
héten elmennék, vagy holnap, akkor mit tapasztalnék ott, de az nagyon jó benyomást keltett, csak éppen mondom, az egész struktúrája más, mint a diósgyőri vári, ami hát az egekbe szökő jellegéből adódóan ott olyan benyomást keltett, mint hogyha egy gigantikus Disneylandbe érkezne az ember. Jó, Komárom csillag előtt, tehát nagyon helyes, hogy felújították. Ugye borzalmas nagy pusztítást végeztek ott is az oroszok. A szovjet katonák lőszerraktárnak, hadőanyagraktárnak használták. Ennek az volt a következménye, hogy a gyönyörű szép tardosi vörös márvány vagy mészkő itatókat, azokat javarészt mind leverték. Tehát azt a fantasztikusan jól megcsinált istállót, kaszárnyát, mindent szét barmoltak. Az, hogy ez az erőd megújult, és hogy ráadásul olyan funkciót kapott, amire utaltál, nevezetesen, hogy azokat a gipszmásolatokat, amelyeket bezsúfoltak annak idén a szintén felújításra váró időközben már gyönyörűen megújtóáltál a Bán Lászlónak, tehát a Szépészeti Múzeum román csarnokát voltak ezek bezsúfolva. Ez szerintem egy nagyon, nagyon szerencsés példa. Látod, hogy van értelme ezeknek a rekonstrukcióknak. Értem, én ezt most szándékosan tettem egymás mellé, így és úgy van értelme, nem tudom, van-e értelme, nem tudom, hogy ez értelme a jó szó, de igen. Nem tudom, hogy követted-e a Zeneháza történetét, én ugye hivatalból is követem, mert hogy ugye hétről hétre beszélgetek valakivel a Városligetről. Legutóbb, amikor felfigyeltem rá, Radnóti Sándor egy meghatározó szellemi embernek a véleménye váltott ki nem kis vitát, aki azt mondta, hogy ez egy szép ház, és ezt a szép házat szép háznak tartani nem kell félnetek. Nagyjából ez volt a tartalma, felolvashatom kívülről is, mert itt van előttem, és hát miközben ebben a szellemi holdudvarban, vagy ebben a szellemi udvarban, ahol egy meghatározó ember, Radnóti Sándor megélhette azt, hogy hányan vitatkoznak vele, csak csupán azért, amiről a múlt héten is beszélgettünk, hogy nem tetszhet semmi sem, ami a Városligetben jött létre. Nagyon érdekes, hiszen többé-kevésbé valószínűleg Radnóti Sándor ezt azért is tette közzé, mert hogy látta ezt a jelenséget, és csak bátorítani akarta azokat, akik egyébként merik vállalni a véleményüket, és ráadásul tetszik nekik, de nem aratott osztatlan sikert, nem mondom, hogy a nimbuszát kikezdték, de nem aratott osztatlan sikert. Nagyon érdekes látni ezt a jelenséget, ami szerintem még nagyon hosszú ideig fog hatni. Miért? Én egyetértek Radnóti Sándorral, és azt tudom csak mondani, mint egy héttel ezelőtti beszélgetésünkkor is, hogy nem is értem azokat a baloldali liberális politikai szereplőket, akik a fővárosban meghatározó szerepet kaptak, vagy arra törnek, hogy egy ilyen ügynek akár, hogy miért nem állnak az élére. Tehát, hogy tényleg én biztos azt tettem volna a helyükbe, hogy eljöttem volna az avatásra. Hát ha meghívják őket. Meg volt hívva Karácsony Gergely az avatásra. Tehát, értem, de például... Jobb, ha minél előbb tisztázunk, de Horváth Csaba is az én üzletkörömbe tartozik, vagy tartozott, mert jelen pillanatban egyáltalán nem tartozik az üzletkörömbe, de ebben együtt beszélgetek vele, mert van pénz nélkül is kíváncsiságom, bár sokan elvitatják tőlem, zárva, törölve. Nyugodtan mondta, hogy például a mi beszélgetésünk azok ilyenek. Hát, igen. Most kizárólag ilyen beszélgetéseket folytatok éppen, ráadásul még kapok fizetést is, ami az én életemben teljesen új jelenség, bár tavaly is kaptam, hogy akkor is új jelenség, hogy Horváth Csabát, Zugló polgármesterét nem hívták meg. Most erre azt tudom mondani, hogy Jól Javics Benedeket itt és milyen alapon hívtak már. Tehát engem meghívtak, el is mentem. Én ezt értem, de nem lehet elfelejteni, hogy ez a 14. kerületben van, tehát én nem adhatok a te szádba olyan szavakat. A Karácsony Gergelyt, vagy Karácsony Gergelyt tisztáztuk, Karácsony Gergely személye és az ő véleménye, az nem, tehát amikor én azt kérdeztem, hogy ő elment volna-e, akkor ő egyébként, mármint Karácsony Gergelyből kiindulva, akkor ő elég lakonikusan közölte, hogy ezt a gondot neki nem sikerült
Isten igazából felajánlani, mert hogy nem hívták meg. Szerintem ez nem helyes. Nem hiszem, hogy a meghívottak a Györgyev és Benedek állította volna össze, hiszen ez egy protokolláris esemény volt. Feltehetően a miniszterelnök hivatal, nem van tisztában azzal, hogy ez a 14. keletben van, és illik felajánlani a polgármesternek, hogy elhívják, független attól, hogy szocialista, jobbikos, fideszes, független fiú vagy lány. Megértettem a tájadat. Ne felejtsd el, hogy ezt egy olyan ember mondja neked, aki végigélte azt pár évvel ezelőtt a miniszterelnökség sajtófogadásán, ahol Gulyás Gergely vendége volt, hogy Rogán Antal nem kívánatos személynek nyilvánította, és azt soha nem fogom elfelejteni. Soha. Ott rajtam olyan sebe... Oké, okay, de ott mellettem senki nem állt ki. Senki. És ha nem veszed rossz néven, én nem egy politikai tényező vagyok. Ha valaki vagyok, akkor egy Ludas Matyi vagyok, még akkor is, hogyha ezt sokan elvitatják tőlem, és én háromszor verem le ezt a döbrögim, vagy azokon a döbrögiken, akik egyébként ezt lehetővé tették. És ott a Fidesz holdudvarának elég jelentős része ott volt, akik csak udvariasan mosolyogtak. Többet nem is hívtak meg. Gulyás Gergely ezt követően azt mondta nekem, hogy jövőre is meghív, és majd eldönthetem, hogy el akarok-e menni, vagy sem, de valahogy lemaradtam a listáról. Laci, ezek olyan emlékek, amelyeket az ember nem felejt, és ennek nincs köze a Fideszhez. Ez emberekhez köt, emberek gerincességéhez, gerinctelenségéhez, ahhoz, hogy ha valaki valamit megengedhet magának, attól még nem kötelessége megtenni. Világos, János. Értem. És ne felejtsd, hogy a mi kettőnk ismerettsége az onnan jött létre, hogy te képes voltál arra, amire Székesfehérvár polgármestere nem. Hiszen egy olyan szöveget idéztél, amit én nem mondtam, fölhívtalak, mondtam, hogy ez nem így volt, mondtad, hogy rendben van, mondtam, nincs rendben, beszélgessünk róla, és beszélgettünk róla. Engem egy abszolút civil attitűd vitt a médiába, és ha jobb formában vagyok, akkor tulajdonképpen ugyanez a civil attitűd van bennem, amely civil attitűdöt alapvetően egyébként két dolog motivál, amit nem nehéz kitalálni. Az egyik a kíváncsiság, a másik az igazságérzet. Kész. Vége. Ennyi. Ebből a szempontból semmi különbség nincs köztem és egy gyerek között. Csak kissé szőrös vagyok, meg öreg, tehát nem vagyok gyerek. De ez van. Miért mész Szlovákiába? Borsi, Rákóczi vár. Ott mi van? Magyar... Hát nemrég valósult meg a felújítása, magyar állami segítséggel. Diószegi László vezette kiváló Romer Forris terv részeként. Ennek a Romer Forris tervnek az elindítását azt A Diószegi László az a táncos Diószegi László? Így van, így van. Ő nekem évfolyam társam volt. Ő a Teleki Alapítványnak a vezetője. Ja, tudom, ő a Radnótiba járt, és a Sebestyén Mártinak volt, meg a Cigány Annának volt az osztálytársa. Na, és a lényeg az, hogy ő évtizedek óta elkötelezett harcos a határon túli magyar műemlékek felújításának. Mikor a miniszterelnökségen örökségvédelmi és államtitkár voltam, akkor elindítottuk a Romer Forris tervet. Ez gyakorlatilag teljes egészében átvette ennek a bonyolítását a Teleki Alapítvány. Elnézést, én ott sokszor szoktam járni, de most tájékozatlan vagyok, és ezt bevallom. Ez helyileg hol van? Borsi. Értem. Ez a település. Sátorolja újjén, én átmész a határon, és utána néhány kilométerre van valójában Borsi. Tehát közvetlenül a meg fogom magyar, nézni. Magyar határ mellett. Oké, rendben van. Nem régen jártam arra, csak ez Salgótarján felé volt. Hogy ez egy milyen állapotban lévő, és mekkora vár? Nem tudom, hogy milyen állapotban van, felújították, mert fogom megnézni Diószegi Lászlóval közösen, illetve ottani műemlékek és nemzeti múzeum számára is érdekes, fontos gyűjtemények. Jó, ha nem felejted el, akkor add át nekik és csokjaimat. Feltétlenül átadom. Úgyse fogod. Mondom, hogy átadom. Miért mondasz, hogy nem fogom átadni? Be fogod felejteni. De miért terheled a rádió? Nem felejtem el. Rendben van. Ne tereljük ezzel a rádió hallgatóidat. Beszélgetünk. Meg, ne, hát most érted, itt a rádió hallgatók azt hallják, hogy te engem feledékenek titulálsz. Ennél rosszabbat is mondtam már.
Na hát, ez tény és való, csak nem mindig. Azt árulod el nekem visszatérve ehhez, hogy ez kizárólag magyar, vagy ez szlovák pénzből is, vagy ez például ilyenkor hogyan valósul meg, is tudod, nem gondolhatod, ugye ez arra való kérdés, nem félreérthető, hogy ugye az elmúlt időben volt arról szó, különböző ingatlanvásárlások terve kapcsán, hogy a szlovákiai kormány nem volt elragadtatva ettől a tervtől, és aztán a magyar kormány vissza is vonult, és el is magyarázták, hogy miről van szó, és hogy ez nem lett volna egyébként félreérthető. Ebben az esetben ez hogy valósul? Ugye az egy teljesen más dolog, amiről te beszélsz, csak hogy a rádióhallgatók is értsék, hogy a elmúlt időszakban létrehozott közérdekű vagy önközelő alapítványok sorában nem csak olyan van, amelyik egyetemet tart fönt, hanem olyan is van, amely a határon túl magyar érdekű vagy érdekeltségű jelentős értéket képviselő műemlékeket vásárol meg és dolgozik a fejlesztési tervükön. Hát ez a közérdekű vagy önközelő alapítvány, amely megvette Erdélyben több kastélyt, pontos ingatlanokat, ezt szándékozott megvenni a Felvidéken is egy ingatlant, hát nem a magyar állam, bár vitathatatlanul a magyar államnak a forrását felhasználva. Én szerintem egyébként ez egy nagyon helyes törekvés, és ez egy nagyon szép vállalás, mert fontos és értékes műemlékeket ment meg ezzel a vagyonkezelő alapítvány, és ráadásul tartósan magyar érdekkörbe tudja őket helyezni. Ezt milyen mértékben kell egyeztetni a helyi hatóságokkal? A vásárlást? Minden környező ország ugyanaz. Nem, bocsánat, igen, tudom, ez az elő a másik téma. Igen, figyelek. Azt hittem, hogy már a várnál tartunk, bocsánat, elnézést. Nem, tehát hogy minden, én nekem most itt lál, feltűnt a Diózsai várnak a sziluettje az ablakban, szóval minden, megszámolom gyorsan a darukat. 1, 2, 3, igazad volt. Nem 4 daru. Oké. Okay. Tehát minden egyes szomszédos országunkban az a jogszabályi háttér és gyakorlat, mint ami nálunk, hogy elővásárlási joga van az államnak, ami a még esetében, vagy az önkormányzatnak. Tehát amilyen műemlékeket a magyar állam forrását felhasználva az a közérdekű vagyonközelő alapítvány megvásárolt, azokat megvehette volna előle az állam is, például a román állam, vagy mondjuk az adott megyei tanács, amelyiknek a közigazgatási területén van az ingatlan. Úgyhogy... Oké, és ezen várrekonstrukció kapcsán ez hogy van, jó, ha tudod? Azért mondom, ez egy teljesen másik eset, amiről beszélünk, hiszen ez nem magyar tulajdonban van, nem magyar állami, vagy alapítványi tulajdonban van, hanem ez ott, én megmondom őszintén, pontosan nem tudom, azért megyek, hogy most megismerjem, tehát nem tudok neked a részletességgel beszámolni, mint hogyha ennek a projektnek én bármilyen módon részese lettem volna. De a lényeg az, hogy a magyar adófizetők forrását felhasználva újították föl, hogy most ez a szlovák állam, vagy az önkormányzat tulajdonában van, azt nem tudom megmondani, mert még egyszer mondom, nem ismerem ilyen részletesen a hátterét. Ma meg fogom tudni. Jó, a rendben van, akkor során. Visszatérünk. Egy hidat képezhetek a két beszélgetés között, amely nem fogja nélkülözni a provokációt? Mármint a következő beszélgetés és a tiéd között. A provokatív kérdés az azzal kapcsolatos, hogy ha valamit például ki nem állhatok, mint civil ember, hogy a politika oda is bedugja az orrát, ahova nem lehetne, és ezzel kapcsolatban feltennék egy olyan kérdést, ami nem a te szakterületed, de kíváncsi vagyok, hogy van-e véleményed, és ha igen, azt megosztod-e velem. Tedd fel a kérdés, kedves János. Rendben van. Akkor a kérdés az így szól, a 24.hu-n jelent meg egyebek között január 7-én gyenge Covid-ra a favipiravir, sőt arra is, amire kifejlesztették, és ebben egyebek között az szerepel, hogy sem a külföldi, sem a magyar kutatások nem igazolták a favipiravir hatásosságát, a magyar kormány hivatalos kommunikációja mégis ajánlja. Szakértők szerint a tünetek megjelenésével már teljesen felesleges szedni, és felmerül a kérdés, hogy a tünetmentes fertőzöttek miért szednének bármit is, főleg egy olyan szert, aminek ugyan nincsenek komoly mellékhatásai. Csak a zárójelet kihagyom, dörödöm, 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 dörödöm.
és azt írja, hogy Sarkadi Balázs professzor ezzel kapcsolatban mit osztott meg a néppel. Azt mondja, a favipiravir csak Magyarországon engedélyezték koronavírus ellen, az Európai Gyógyszerügynökség és az Amerikai Élelmiszer és Gyógyszerengedélyeztetési is Hivatal kísérleti stádiumot tartotta, nem adott ki rá engedélyt, mert nem tartotta elég hatékonynak. A negatív eredményekről tavaly egy Nature cikk is megjelent, mondta a 24.hu-nak Sarkadi Balázs kutatóorvos, akadémikus, aki rövidesen a Kejfej Jancsi vendége lesz. Nos, ez egészen tegnapig érdekes volt, tegnap aztán még érdekesebb lett, de különösen tegnap előtt, január 31-e 18 óra 33 perc, rémhírterjesztés büntettének gyanúja miatt feljelentést tett az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet, röviden OGYEI, a budapesti rendőrfőkapitányságon, közölte az intézet hétfőn a Magyar Távirati Irodával. Az OGYEI azért tett feljelentést, mert 2021. december és 2022. januárja között különböző internetes médiumokban félrevezető állításokat tartalmazó cikkek jelentek meg a favipiravir hatóanyagú gyógyszerekről. Hogy mi van? Hogy tessék? Tehát, hogy akkor én most akkor ebben az OGYEI kontra akadémikusok vitában, ha állást kéne foglalnom, akkor mit sugna nekem el Simó László? Semmit. Ebből a kérdésről kimaradna, mert egyszerűen nem ért hozzá. Azt tudja, hogy a favipiravir kénytelen, kelletlen maga is végig szedte, amikor tavaly rohadt beteg volt. Rendben van, Laci, ezt a tanmesét, ezt számos egyéb történetre is rá lehetne illeszteni, mondja Fiala János pimaszul. Igen, biztos így van, ahogy mondod, de az az igazság, hogy, én nem tudok erről a kérdésről semmi okosat mondani neked, mert még egyszer mondom, nem értek hozzá. Az egész Covid kezelést azt hát nem mondom, hogy beleértve mindent, vakcinagyártást, gyógyszeripari dolgokat, tehát ezeket nagy-nagy érdeklődéssel figyelem, kétszer átestem a betegségen, az egész családom átesett rajta többször oltás ellenére, és nagyon nagy félelemmel nézem azt, ami a nyugati világban ennek kapcsán kialakult, akkor majd a szabadságjognak a egyre erőteljesebb sértését. Tehát én most megmaradnék az OGYEI feljelentésénél. Köszönöm a rendelkezésre. Azért mondom, erről beszélgessél, aki ez jobban hozzá tud szólni. Rendben van. Köszönöm a rendelkezésre. Én is. Szia. Vagy számolj be a tapasztalataidról.